Szakálmetál elindított a webshopját, aminek örömére készültünk nektek egy kis promócióval. Hogyha most az Amon Oliver kuponkóddal regisztráltok, akkor 15 000 forint fölötti vásárlásnál kaptok ajándékba egy Eneosos Swiftes bögrét, és ráadásképp még egy Arisos kulcstartót is. És hogyha 30 000-ért vásárolnátok, akkor pedig ezekből duplát kaptok. Siessetek, mert nincs belőlük sok. Link a leírásban. Kb. Két héttel ezelőtt vettünk egy X5-ös BMW-t 450 000 forintért, és azt mondtuk, hogy megpróbáljuk talpra állítani, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Most pedig eljutottunk oda, hogy jön a tisztítás része. Tehát elvisszük a GTS garázsnak az autót, akik az egész belsejét újjá fogják nekünk varázsolni, kap kívülről egy kicsi polírt, a lámpát is felpolírozzák meg, hát majd ők meglátják, hogy mit kell a kocsival csinálni. Úgyhogy ez fog most következni, tartsatok velünk! Sziasztok, Tóni vagyok a GTS garázstól. Ide érkezett hozzánk Olivernek ez a szép X5-je. Megpróbáljuk kicsit rendbe szedni, optikailag, legalábbis leginkább belül. Azt beszéltük, hogy az első lámpákból megpróbálunk valamit kihozni. Ezeket becsiszoljuk majd, felpolírozzuk, és akkor kap egy fóliát, hogy tartós legyen. Külsejét lemossuk, azzal fogunk most kezdeni, polírral finomítunk rajta, hogy legyen egy kis fénye, nem fogunk túlságosan belemenni. Belsejét már nagyjából átnéztük, az elég zord. Itt egy mély tisztítást kap, kárpitozni nem fogunk, mert arra nem lesz szükség az offroad során, de kap egy mély tisztítást a bőr, leginkább a padlókárpit lesz a kritikus. Itt mohás is elég sáros, nedves, úgyhogy reméljük, hogy majd kiszárad. Tetőkárpitot is megnézzük, meg hát mindent, a műszerfalat mély tisztítjuk, ecseteljük. Igazából itt majd jó sok vegyszerre lesz szükség, de itt talán megoldható. A hátsó ülés sornak a hátulja is, a csomagtér is elég kritikus. Tehát nagyon sok mély és sötét folt van benne. Pótkerék nincs. Úgyhogy meglátjuk, mit tudunk belőle kihozni. Tóniék már is szétkapják a X5-öt, de előtte megállunk egy gyors reklámra, és megnézzünk egy kárvertikál jelentést. Jelen esetben egy GLB Merciről, ami egy csodálatos terepjáró, és ez az autó sérült volt, úgyhogy nézzük is meg, hogy mikor és hol sérült. Amerikában sérült 2021-ben, nincs is más adatunk erről, úgyhogy nézzünk képeket mondjuk, hogy mekkora lehetett az a sérülés. Bal eleje, vagy egész bal oldala. Aha, talán a bal első ajtó kapott. Légzsákok nem nyíltak. Úgyhogy igazából nem egy nagy törés. Szerintem szerkezetileg semmi sem sérült. Ugorjunk egyet. 2022. Ezek már eladási fotók, autoline. Hibátlan állapot. Itt már helyrehozták a kocsit, ez egy elég kevés kilométeres kocsi lehet így az állapota alapján. Majd mindjárt azt is megnézzük. Aztán 2022-ben vannak már itt vizsgafotók, valószínűleg itt már Magyarországon van a kocsi. Na, kilométer. Ja, 45 000 van benne most. Hát az nem sok idővonal. Ugye amerikai kocsi volt, ott megsérült, és utána Lengyelországba került, ott is regisztrálták, és onnan került Magyarországra 2022 végén, és mai napig itt használják. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, akkor az Oliver Amon kuponkóddal kedvezményt kaptok, hogyha pedig nem jött be a szolgáltatás, akkor visszakapjátok a pénzt.
mert beálltunk a kocsival, srácok letörölték a vizet róla nagyjából. Most párhuzamban fogjuk csinálni az első fényszórókat, meg a belsejét. Ezt így jó sok lépcsőbe felcsiszoljuk majd, egészen durvától, vizesen. Aztán megpolírozzuk, kap egy lámpafóliát, belül kiszedjük az üléseket, és elkezdjük kárpit tisztítani, majd kap egy alapos porciózás meg előtte, és jól beáztatjuk vegyszerrel a belsejét, aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Az még valakinek a reggelije? Ámról szól. Ezek a legfontosabbak. Meg tudsz borotvák, ez kettő is, bazony. Tessék. Borotvák. Nem akarom tudni, hogy mire használták. Én se. Fejhozzá. Fél, lehet, hogy még fegyver is. Ezzel meg tudod jelölni így a ívet, tudod, a szakához. Sírt. Még egy fej. Fejek. Kiszedtük a rögzítő csavarokat, lehúztuk a csatit, ezelőtt lehúztuk az aksisarut, biztos, ami biztos. És akkor megpróbáljuk kiforgatni az ülést, úgyhogy ne tegyünk nagy kárt ebben a szép belső térbe. Igen, itt az ülés alatt ahhoz képest nem is annyira vészes a helyzet. Ott ez tipikus olyan hely, ahova nem fér hozzá senki se porcióval. Egy bounty kis csomagoló papír is beesett. Kiszedjük a másik ülést, aztán a hátsó ülés sort is. Tenészes az öv. Nice. Mert ilyen védőruhát kellett volna felvennünk ehhez. A Csernobili gyárba. Egy kis szalma. Mit látsz? Már valami új élővilág indult el. Mit a környezet? Na jó. Hát itt kell majd egy alapos porciózás, igen. Ez ráfér. A nagyobbakat kikapom, és akkor... Ja. Nem is értem, mik ezek. Nem tudom. Nem, minden savar. Múlt maradványai. Ja nem, ez a szigetelés. Zajcsillapító. Nézd, itt a finom. Már megkövült. Aha. Szívj bele úgy mélyebben. Aha. Az az. Miért megy be oda?
már nagyjából látszik a végeredmény, de még a fólia az nagyon sokat dob rajta, attól még fényesebb lesz. Hát annyira már nem is látszik a beázás nyoma. Itt még egy kicsit látszik, de szerintem azért elég látványos a különbség, már most. Most Ádi befújja egyelőre, sima vízzel feláztatja kicsit. Az már amúgy is felázott padlókárpitot. És utána egy elég erősre és sűrűre kevert kárpit tisztító vegyszerre szintén befújja. És kis forgófejes géppel, egy kefével jól beledörgöli. Azt hagyja ázni, itt ez a fele már, másik fele már fel van áztatva. És utána pedig a kárpit tisztító erejében bízunk. Azt nem szoktuk ennyire durván nyomni neki, de itt szükség van rá. Jött már azért kritikus autó hozzánk, de azért nem sűrű az olyan, ahol moha van a padlóba, meg ilyen 10 éves piszok. Igen, ott az ülés csatlakozót, azt ilyenkor gumikesztyűvel vagy valami zacskóval le szoktuk takarni, nagy bázon. Éppen mikor mi van kéznél. Azért látszik, hogy már ez is szedi ki a sarat, meg a dzsuvát. Elég jó színe van. Láttam a hiátó. Hát majd még a pedált lehet kivesszük. Ezt ki kéne. Gázpedált, hogy jobban hozzáférjünk. Itt oldalt is kárpit volt végig. Azt is kiszedtük, azt majd kint könnyebb lesz. Párszor át kell menni. Azért sok kijön. Sok. Már most is. Átjátunk a félni. Hát főleg ott. Ez azért elég ritka, hogy a fejtámlának ez a része, ami amúgy ráül a ülés tetejére, az ennyire koszos legyen. De itt ez is. De kell anyag. Atya világ. Azért mélyen bízom benne, hogy az Oliver nem fog sűrűn venni ilyen X-etet. Még most már is értem. Mit? 7-es BMW, végig a 770, vagy 745 elvíz. De jó. Rátérünk kicsit a külsejére is. Egy ilyen mutató polírt kap majd az egész, meg még hátra van egy mély tisztítás, csak mindenek előtt megpróbáljuk feltölteni festékkel. Egy hasonló szint elvileg kaptunk hozzá, és ezt a hosszú, mély karcot kicsit megtöltjük, hogy ne rikítson ennyire, ne legyen ennyire feltűnő. Beletöltjük a festéket, és azért polír előtt, hogy ha ez megszáradt, akkor a felesleget polírral, vagy ha a polír nem szedi le teljesen, akkor majd egy kicsi
higítóval vagy valamilyen szerrel ezt leszedjük. Szép lett, Dani? Ez több mint szép, de még direkt nem néztem oda. Ez nagyon durva lett egyébként, hogy ebből milyen fényt ki lehetett hozni. Igen. Hát kell egyet törni, meg amúgy még lehetne is, de azért a 90%-a kijött a karcoknak. Majd le akartuk vakarni róla azt a fekete kormot, de hát nagyon keményen bele volt tégve, úgyhogy hát elengedtük. Is. Elengedtük, igen. Nagyon-nagyon durva. Tényleg nem gondoltam, hogy kívülről ezt ki lehet belőle hozni. Kinyitod, Dani? Úristen. Ja. Hányszor kellett ezen átmenni? Hát egy ilyen 50-60 liter víz, plusz a vegyszer. És mondtad, hogy rengeteg vizet találtatok bent, ami aha, állt. Igen, alul. A kárpit alatt. Ez nagyon régóta állszhat ez a kocsi. Az biztos. Rendesen penészes volt benne minden, az egész, mohák nőttek ki. Minden a tetőkárpit, az ülések, szőnyeg, moha, minden volt benne, igen. Volt már ilyen szintű autó nálatok? Toplistás, ez biztos. Top nem várjuk vissza, hogy ha még egyszer ilyen, de volt már azért elég kritikus. Leginkább ilyen munkásautók. Aha, azokat azok... beszokták hozni a munkásautókat, úgyhogy hát, frissítsétek föl ennyire? Van olyan, igen, tehát találtak már be. És még ez sem ugye 100%-os. De azért nyilván rengeteg kijött. Hát azért ez ahhoz képest vadonatúja, hogy mi ezt ide behoztuk. A legmegdöbbentőbb nekem az első lámpa, hogy az konkrétan átláthatatlan volt. Igen, az és, is. És patika lett. Azon, azokon nagyon sokat lehet dobni, az csak az akkor nem sikerül, hogyha belül is mondjuk. Uh-huh. Mondjuk ezen is az egyik, hogy párás, de, de amikor belül vagy már hiányzik a hátsó védőkupak, és akkor beázik, vagy hasonlók. Mennyi időtök már most ebbe bele? Hát pont számolgattuk most, mielőtt jöttetek, és mondjuk így egy emberre levetítve, hát jó hiszeműen 70 óra biztos. 70 vagy 50? 70. Az a durva egyébként, hogy kívülről is a színe mennyire más, hát egy tök jó szín ez, és mennyire kijön. Hát meg itt, itt igazából minden. Meg hogy egy full gusztustalan autó volt, amiben úgy ültél be, hogy itt semmit nincs kedved megfogni sem. Nem nagyon. Hát átküldtünk rajta jó sok kesztyűt, rongyot, mindent, és minden, mindenki sírt. Átpucolta Ádi, Dávid, én kétszer, és utána lett ilyen. De ez mitől tud ennyire retkes lenni? A baj, egy nagyon ugye borda, vagyis hát nem is tudom, ezekbe úgy beül és betapad, hogy amikor soha nincs takarítva, vagy sőt olyan vegyszerrel, ami még jobban leköti, és nincs kipucolva rendesen, ez nagyon nehéz kiszedni, azt is ilyen erős kefével lehet csak. Úgy megnéznék egy timelapse-t ennek az autónak az előéletéről. Úgy újkorától idáig, hogy... Én nem. Mi történt ezzel, hogy ez így nézett ki? Valószínűleg sok minden. Ja. Még tényleg egy pici foglalkozás, kicsit egy kárpitos ránézne, és amúgy tök eladhat. És egy futott garázsban tartott X-et eladó. Igen. Soha nem beházott. Kár, hogy nem lehet bepapírozni. Pedig egyébként jó lenne. Nincs is már papírja, meg semmi? Nincs. Ezt ugye kint Ausztriában foglalták le, rendőrség, és ők árverezték el. Ja. Hát ennek már sose lesz papírja, úgyhogy forgalomba lehessen helyezni.
Nagyon köszönjük a GTS garázsnak, hogy így kipofozták az X5-öt. Mindenkinek jó szívvel tudjuk őket ajánlani, hogyha külsőt kell felújítani, vagy belsőt. Csinálnak fóliázást, csinálnak polírt, kerámiát. Úgyhogy igazából bármivel kapcsolatban tudjátok őket keresni, akár Instán, akár a weboldalukon, majd belinkeljük ide a videó leírásába, úgyhogy nézzetek rá. Most pedig eljöttünk az X5-tel egy kicsikit autózni, hát igazából azért, mert leesett a hó, csinálunk róla egy pár vágóképet. Gyönyörű lett, de tényleg olyan fénye lett a kocsinak, mint még szerintem soha. És műszakilag is egy kicsit fejlődött már. Még nincsen kész, de valaki megkeresett minket Instán igazából, hogy tudna segíteni az X5 motorjával kapcsolatban, vagy hát igazából így kompletten műszakilag. Majd lesz vele is egy videó, amikor már elkészült, most még csak folyamatban van, de ezt írtátok sokan kommentben is, hogy vákumcsöveket kéne megnézni, mert nincs vezérelve ez a turbó, stb. És ez nagyjából így is volt. Porlasztokkal is van baj, a turbó egyáltalán nem ment, szóval amikor voltunk offroadozni az előző videóban, akkor konkrétan nem ment a turbó. Ahhoz képest így is egész jól teljesített a kocsi. Most viszont már jött az erő is. A turbó már működik, szépen sorban haladunk, azért van mit csinálni vele, sokkal mélyebbre kell nyúlni, mint azt gondoltuk, de ez a szépség ennek az X5-nek. Úgyhogy egy kicsikét most itt autózunk, aztán pedig legközelebb azzal fogjuk folytatni, hogy műszakilag, hát nem mondom, hogy teljesen, de azért annyira rendbe fogjuk tenni, főleg motorikusan, hogy már kompromisszummentesen lehessen használni, ne tiltson be, legyen erő, lehetőleg több erő legyen, mint amit gyárilag tud, szóval jó lenne 200 lóerő fölé menni keréken, úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, és elviszük a Hub Dyno-ra is majd a kocsit, hogy legyen valami konkrét adatunk arról, hogy mit tud. Úgyhogy nagyjából ennyi. Most pedig megyünk még egy pár kört.